Gazdasági hírműsorunkat, a Mérleget látják, köszöntöm nézőinket. A híreket követően beszámolunk a Halászad Baranya megyei helyzetéről, és tudósítunk az új Mercedes buszok átadásáról. Műsorunk után tőzsdeinformációkat hallhatnak. A MÁV átfogó reformjának tervezete várhatóan néhány héten belül kerül a kormány elé. Katona Kálmán közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter ma a médiahajón tartott sajtótájékoztatóján elmondta, az elképzelések szerint a vasútpályák az állam tulajdonában és fenntartása alatt maradnának. A közlekedtető cégek, vállalkozások bérleti díjat fizetnének azok használatáért. A miniszter utalt arra is, hogy a jövő évi költségvetésben mintegy 20 milliárd forint szerepel a gyorsforgalmi utak fejlesztésére. Pannon állattenyésztési nap kezdődik Kaposvárot szeptember 24-én pénteken. A háromnapos rendezvényen szakmai előadások és kerekasztal megbeszélések teremtenek lehetőséget a problémák megvitatására. A különféle fajtájú tenyészállatokat kiállításon lehet megtekinteni. Az állattenyésztő szervezetek, szövetségek helyszíni szaktanácsadással állnak a látogatók rendelkezésére. Az állam folyamatosan mond le a horgászvizek halászati jogáról, amelyet a vizek tulajdonosainak ad át. Szerkesztőségünk annak járt utána, hogy ez a folyamat hogyan alakul Baranya megyében. A rendszerváltás előtt a magyarországi vizek halászati joga a magyar államot illette. Az új halászati törvény viszont ezt a jogot már a tulajdonjoghoz köti. A vizeket kezelő horgász egyesületeknek így az új tulajdonossal kellett megegyezniük. Baranyában kedvező a helyzet, mert itt a tulajdonviszonyok változása során már sikerült nagyon sok vizet horgász egyesületi tulajdonba juttatni. Magyarul a horgász egyesületek megvették a vizeket. A horgász egyesületek nyugodtan lehetnek a jövőt illetően, mert a halászati joguk az továbbra is megmaradt. A halászati törvénynek az igazságügyminiszter által nemrég parlament elé terjesztett módosítása azt tervezi, hogy az eddig állami kézen megmaradt bányatavak, holtágok halászati jogát is medrük tulajdonosának adja. A törvény ad bizonyos védelmet az eddigi hasznosítóknak is, mert kimondja, hogy amennyiben új tulajdonos kezébe kerül a halászati jog, köteles az eddigi hasznosítónak kártérítést fizetni. Baranya a vizek halászati jogát tekintve a legrendezettebb megye az országban, és a horgász egyesületek remélik, a tervezett állami kivonulás után is hozzáértő kezekben marad a vizek kezelése. Ez annál is fontosabb, mert a rendezett halászat lehet többek között az alapja annak a marketing programnak, amely a halfogyasztás növelését szolgálja. Magyarországon az étkezési szokásokban a halfogyasztás aránya nagyon alacsony, ugyanakkor a korszerű táplálkozás egyik meghatározó tényezője, és ezért országos program keretében is, és ezen belül Baranyában is egy halfogyasztási marketing programot kívánnak beindítani, amelynek a fő célja az, hogy a körülbelül 2,5 kg országos átlag egyfőre eső fogyasztást legalább megduplázzák a tervezett programba 3-5 éven belül. Baranyában az országos átlag felett van a halfogyasztás, de ezen belül is inkább a Mohács vagy Mohács környéke adja ezt az értéket. Természetesen a teljes megyére szeretnénk ezt a programot kiterjeszteni. A 4 éves marketing program során a halfogyasztás növelését reklámokkal, receptekkel, a modern étkezési szokásoknak megfelelő halelkészítési módozatokkal kívánják elérni. Magyarország és Baranya természeti adottságai kitűnő alapot szolgáltatnak az egyre bővülő halfogyasztáshoz. Csak nem 1 milliárd forintos beruházást valósított meg a Pécsi Tömegközlekedési RT és Pécs megyei jogú város önkormányzata, melynek köszönhetően 22 új Mercedes típusú autóbusz is részt vesz Pécs tömegközlekedésében. Ezzel a PTRT járműparkjának 12,5 éves átlagélekkora jelentősen javul. A változás remélhetőleg az utazóközönség örömére szolgál. A Pécsi Tömegközlekedési RT, a Mercedes-Benz és a városi önkormányzat között létrejött együttműködést több mint fél éves előkészítő munka előzte meg. A tömegközlekedési részvénytársaság és a város képviselőiből álló bizottság 8 vállalat pályázata közül választott. A legtöbb voksot ez alkalommal nem magyar cég kapta.
Én úgy gondolom, hogy mi arra kaptunk megbízást, hogy Pécs adófizető polgárainak a pénzét a lehető legjobban használjuk fel. Ez a vásárlás azt jelenti, hogy ez a pénz a legjobban van felhasználva, a leggazdaságosabban, legtakarékosabban és talán a legjobb szolgáltatást fogja nyújtani. A Mercedes a versenytársakénál kedvezőbb árajánlatot adott, kiváló műszaki minőség szavatolása mellett. A 20 darab csuklós és 2 darab szólóbusz november 15-től helyezik forgalomba. A 164 férőhelyes csuklós busz 42,3 millió forint, a 93 férőhelyes szólóbusz pedig 29,9 millió forintba került. Az árban benne foglaltatik az elektronikus járatjelző, a központi zsírzóberendezés, valamint a blokkolás és kipörgés gátló is. A futóművet és a motort Németországban, még a karosszériát Törökországban építették meg. A törökországi buszgyártás a legszigorúbb Mercedes technológia és felügyelet mellett történik, Mercedes agregátokból, tehát itt nem lehet kétféle minőségről beszélni. Az új buszok 20 darab öreg, nagy költséggel dolgozó járművet váltanak ki a forgalomból, így a korszerű gépek aránya csaknem 30%-os lesz. A Mercedesek szervizelését a Pannonvolán szakemberei végzik, miután részt vettek az autógyártó cég továbbképző tanfolyamán. A Pécsi Tömegközlekedési RT-nek saját javító bázisa nincsen. Felajánlotta, hogy a társaság által kijelölt szervizbe készítik fel az embereket és végezhetik el a szervizt. Emögött áll a Mercedes Magyarországnak az a szolgáltatása, amely egy garanciális meghibásodás esetén 24 órán belül utalkatrészt tud biztosítani a társaságnak. A buszokra kötött leasing szerződés 7 évre szól, ekkor mennek át a Pécsi Tömegközlekedési RT tulajdonába. A Mercedesek eleget tesznek az Európai Uniós környezetvédelmi előírásoknak. A magas műszaki színvonalnak köszönhetően kevesebb lesz a meghibásodás, a javítási és az üzemanyagköltség, valamint a menetrendi csúszás. A közlekedési részvénytársaság képviselői kérdésünkre elmondták, hogy az árakat ezután is az infláció és az olajpiac változásai határozzák meg, tehát a beruházástól függetlenül a jegy- és bérletárak változatlanok maradnak. Gazdasági hírműsorunkat, a Mérleget látták. Észrevételeiket, kérdéseiket a szerkesztőség képernyőn látható címére várjuk. Írjanak nekünk és nézzenek bennünket a hírórában, a híradó után. Köszöntöm a tévénézőket. A budapesti értéktőzsdén a vezető papírokból számított index, a BUX több mint 142 pontos esést követően 6895 ponton fejezte be a kereskedést a szerdai nap folyamán. A vezető papírok kivétel nélkül estek, a MOL több mint 2,5%-os esést követően 5400 forinton zárta a kereskedést, az OTP 2%-os esés után 10500 forinton fejezte be a napot, a Richter 10400 forintig esett, ez 1,5%-os esésnek felel meg, és a Matáv is több mint 1,5%-os emelkedés követően 1316 forinton fejezte be a kereskedést. A vezető papírok közül a TVK esett legtöbbet, 3,5%-os árfolyam esést követően kereken 3700 forinton zárt a kereskedést. A napon belül egyetlen emelkedés lehetett megfigyelni, ez a Rába volt, amely papírról azt nyilatkozta a társaság, hogy a társaság által felszabadított földterületek több mint 2,5 milliárdos nettó árbevételt eredményeznek a cég számára, ami rendkívül pozitív hatással volt a papír árfolyamára.
Amúgy az egész piacon az volt a megfigyelhető, hogy inkább az eladói oldal volt a meghatározó, és ennek hatására a szárfolyamesés volt a jellemző. A tegnapi amerikai piac jelentős, több mint 2%-os esés követően az európai tőzsdék negatív tartományban nyitottak. A Bux Index is a zárás alatti értéket ért el a nyitásban, azt követően egy pozitív mozgás volt megfigyelhető, de nap végére ismét elfogyott a piacból a lendület, és ennek következtében, illetve az amerikai piac nyitásban nyújtott gyenge negatív teljesítmény hatására alakult ki a közel 2%-os esés a piacon. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!